Hüve pejve. Hüve pejve. De lehet, hogy inkább azt kellett volna mondanom már, hogy hüve illta, mert jó napot, jó estét kívánok. Igen. És akkor talán folytathatjuk azzal is, hogy kítosz. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon és szépen. Megnyugtatom a drága jó nézőket, hogy nem fogunk mi itt finnül beszélni végig, mert nincs velünk tolmács. Na jó, de hát a finnagóránál mindenki finn és mindenki tud finnül, úgyhogy azt hiszem, még egy magyar hölgynek is azért nagyon jó, hogy noha nagyon sokat tudsz Finnországról, meg azt is, hogy 100 éves, mert ugye 1917-ben, amikor kiáltották a függetlenséget a nagy októberi szocialista forradalom idején, vagy után valamivel, azóta, hát Finnország, kérem szépen, független, és még mielőtt kérdeznék a 100 évvel kapcsolatosan, azért azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy azt mondják ugye, hogy Finnország az 1000 tó országa. Így van. De... 111 ezer. De én ezt nagyon komolyan megnéztem, mert a 187.888 tó van Finnországban, és amikor olvastam ezt az adatot, annál ne szórakozzatok, és kiderült, hogy minden 500 négyzetméternél nagyobb állóvíz tónak számít, szóval akkor lehet, hogy mind a két dolog helyes. Igen, hát ez kicsit úgy van, hogy mit számítunk tónak, valóban hivatalos számítás szerint minden 500 négyzetméter fölötti pocsolya, nagyobb acska pocsolya már tónak számít. Na, 1000 tó ország, attól maradjon, hogy sziget is van egy csomó, de ezt most nem számoljuk meg. Na szóval 100 év. Én nem szeretnék belemenni a történelmi múltba olyannyira, hogy több száz évig a svédek voltak a főnökök, és mondhatnám tovább, meg aztán az oroszokat is. Minden esetre csak annyit előzetesen, ugye, hogy kétnyelvű Finnország, svéd és finn, de hát amúgy beszélnek ott a lappok is, meg az oroszok is vannak még. Szóval 100 év. Ez az ország történetében egy nagyszerű esztendő a 2017-es. Gondolom a finnagóránál is nagy a készülődés. Igen, igen, nagyon fontos év ez. Úgy érezzük, hogy egyrészt ez egy tényleg nagyon szép kerek szám, másrészt egy remek lehetőség arra, hogy megmutassuk Finnországot újra, mert azért a 100 év nem múlt el teljesen minden esemény nélkül. A mai Finnország az már nem az a Finnország, ahol 1917-ben kikiáltották a függetlenséget. Mi a modern Finnországot szeretnénk bemutatni, és ezért ez a missziónk tulajdonképpen itt. Na most még annyit magáról a társaságról, a finnagóráról, hogy hát tulajdonképpen, hát ott van, ahol a finn nagykövetség, de úgy tudom, hogy ez egy önálló egység. Teljesen önálló, alapítványi hátterű. Nagyon érdekes, hogy Finnországban a kulturális intézeteket úgy alapították meg anno, hogy a 90-es évektől egészen 2004-ig, a finnagóra volt az utolsó, hogy van mindegyiknek egy önálló alapítványa, mindegyiknek van saját elnöksége, és mindegyiknek kell lenni saját tőkéjének, és pályázniuk kell az államtól a támogatásokat, és a magánalapítványoktól is. Tehát így ösztönzik azt, hogy legyen saját motivációja minden egyes intézetnek, minden állomás országban. Szóval akkor tulajdonképpen töveríti a különféle civil szervezetektől kezdve mindenkit, és mindent, ami ide tartozik. Igen, és ezt a nagyon demokratikus finn hagyományt így viszi tovább. Nagyon transzparens a működésünk, nyilván mert alapítvány vagyunk, másrészt pedig nekünk tudnunk kell eladni azt a tudást, azt az értéket, mind az állomásországban, esetünkben Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban, és Finnországban, hogy a munkánk fontos. Na most arról, hogy milyen kapcsolatok vannak, hát nyilvánvalóan a finnagóra erről is gondoskodik, és most szándékosan mondom, hogy nem azt kérdezem én, hogy 2017-ben milyen programok lesznek, mert ehhez nagyon sok van, de nyilván van olyan, ami hogy úgy mondjam, átszövi az egész évet. Van egy olyan programszerkezetünk, ami minden évben jellemző. Most például februárban tartottuk a finn filmnapokat, 6. alkalommal. Minden évben megrendezzük az úgynevezett étteremnapot, amire nagyon büszkék a finnek, hogy ez az ő találmányuk. Ez igen. Igen. Minden évben részt veszünk a Design héten, ugye a budapesti Design héten. Minden évben van egy külön fókusz, egy külön program sorozat. Tavaly nem volt egy konkrét témánk, de nagyon szerettük volna a női nemi szerepeket felhozni, ugye ez egy fontos vonulat, a női egyenjogúság kérdése. Beleértve a parlamenti képviselőket is. Beleértve a parlamenti képviselőket, ugye Finnországban erre kvóta van, ezért hogy mondom. Hányan kell, hogy igen. És minden évben próbálunk egy-egy fő téma felé orientálni a programjainkat. Úgy, mint az idén? Úgy, mint az idén, a digitalizáció és az iskola. Hát, ha már ezt szóba hoztad, az, hogy digitalizáció és tényleg a 20.-21. századi
Finnország, és hirtelen az a gazdasági fejlődés, amin átment az ország, az hát ennek is köszönhető. A másrészt pedig, hogy az iskola, ezt nem árt tudni, mert nem mindenhol egyforma az iskolarendszer. Én úgy tudom, hogy ott az általános az 9 osztály, aztán utána hajrá tovább, hogy van. Így van. Az általános az 9 osztály, és 3 év a gimnázium. Uh-huh. És igen, utána hajrá tovább, ki hogyan tud. De valóban Finnországban nagyon fontos, hogy ez a 9 osztály, ez mindenkinek általánosan el kell végeznie. És a kötelező. 9, igen, és 99,9%-ban utána még a gimnáziumot is mindenki elvégzi. Ez igen. Az igaz, hogy miután, hát ugye Kodály Zoltán és Bartók Béla országa vagyunk, az igaz, hogy Finnországban a gimnáziumban kötelező az énekzene tanítás? Persze. Vagy tanulás? Persze. És a Kodály módszer szerint, igen. Na, mintha ez olyan természetes. Hát ez egész meglepő, ha ezt elmesélhetem. Én voltam egy évig egy finn gimnázium tanulója, és abban a gimnáziumban, ahol én jártam, konkrétan egy egész Dixieland band és egy szimfonikus zenekarnyi hangszer volt az iskolában. Az igen. És használták is. Tehát nem volt minden második diáknak ismeretlen a kotta. Mi nagyon komolyan zenét tanultunk még a gimnáziumban is, igen. Na most én az elején azzal kezdtem, hogy ugye két nyelvű finn, svéd, meg aztán ott van még a lap, meg az orosz. De ez a két nyelvűség, azt olvastam valahol, hogy a finnek időnként, vagy a svédek, most attól függ, hogy melyik, nem vették jó néven, hogy nem szinkronizálják a filmeket, akár a televízióban, és akkor, amikor nézik, akkor a felirat, a kiírás elfoglalja a fél képernyőt. Szóval, hogy van ez a szinkron? Nincs igazán több nyelven egyszerre szinkronizálva. Vannak svéd nyelvű csatornák, és vannak finn nyelvű csatornák, és a svéd nyelvű csatornákon az angol nyelvű vagy más nyelvű csatornákat svédül feliratozzák, a finn nyelvűeket pedig, vagy a finn csatornákon pedig finnül. Tehát nincs ebben olyan nagy kavarodás. Na hát akkor az rendben van, de akkor azért, de az igaz, hogy ezek szerint, hogy nem szinkronizálják. Nem szinkronizálnak, és én azt gondolom, hogy ez a finn nyelvtudásban egy nagyon fontos pont. Én meg vagyok rá győződve, hogy a finnek azért tudnak 3-4 nyelvet is megtanulni, egész kicsi koruktól kezdve már 14-15 évesen egy finn jól beszél ad abszurdum 3-4 nyelven, mert folyamatosan hallják az angol, a német, az észt, a svéd, a német, tehát minden nyelven folyamatosan hallják ezt a nyelvi igen. közeget. Hát ez mindenféleképpen jól lenne, és akkor épp ez az egész Finnország, amit csak zárójelben jegyzem meg a nézők kedvéért, hogy mondjuk 3,5-szer akkora, mint Magyarország. Igen. De, hát, és fele annyian lakják. És fele annyian lakják. Szóval igen. Vannak azért ott elég hűvös tájak is, ami azt illeti. Vannak hűvös tájak is, és vannak elég ritkán lakott tájak, igen. Na most a másik, hogy persze nem 100 éves Finnország, csak azóta független, de hogyha azt mondom, hogy Kalevala, hát azt hiszem, hogy szerencsére, és ezt az általános iskolától kezdve mindenhol nálunk is, Magyarországon is tanították, és le is fordították többen is. De azért hozom szóba, mert éppen februárban van a Kalevala napja, annak emlékére, hogy valamikor 1930-valahányban ez a Lönnroth nevű úr összeszedte. De nem biztos, hogy tudja mindenki, hogy a Kalevala egyáltalán a nemzeti eposz hogy állt össze, és mi. Mert azért ezt jó lenne tudni, és ezt csak így mondom négy szem közt, hogy megkérdeztem egyszer valami riport úton, hogy tudják-e mi a Korvina? Hát be, Mátyás, Korvina, és mi van a Korvinákban? Azt nem tudta senki. Na szóval, hogy állt össze a Kalevala? Hát a Kalevala az tulajdonképpen egy művers gyűjtemény, aminek az alapja népdalok, úgy mondják a finnek, hogy runok gyűjteménye. Runok. Tehát a Lönnroth nem csinált mást, ugyanazt csinálta, mint Kodály és Bartók, összegyűjtötte a népi verses és dalkincset, és aztán abból szépen összeformált egy egységes történetet. De ez nem jött össze egyből. Hát ez egy hosszú munka volt, igen. Azért gondolom. Igen. Aha. Hát ez azért több 10 évig tartott neki, így van. És akkor, ha jól értem, hogy miután a népdalokból rakta össze, akkor a Kalevalát az csak éneklik, vagy pedig szavalják is? Szavalják is. De azt azért el kell mondjam, hogy a Kalevalát ma már Finnországban nagyon kevesen ismerik. Tényleg? Aha. Magyarok szinte többet tudnak a Kalevaláról, mint a finnek, mert az egy régies nyelv. Ja. Régies nyelvezetű vers. Nem minden finn érti már, hogy mi a Kalevala. Na jó, hát hogyha visszamegyünk a magyar nyelvtörténetben, akkor itt is van olyan, amit már nem nagyon értenek. Persze.
Na hát akkor lehet. De hát attól, hogy Weine Möinen, azt tudják kicsoda. Azt mindenki tudja, persze. És hogy játszott Weine Möinen. Axeli Gallen-Kallelát is mindenki ismeri. Akit ugye mi is Magyarországon jól ismerünk, hiszen volt Magyarországon, alkotott Magyarországon, itt a budai rakparton szobra van. Igen. Tehát persze, azért ezek nemzeti hősök Finnországban. Egyébként még egy, ami eszembe jutott, hogy Finnország földje, szóval a Kalevala, akkor ha jól tudom, akkor az ugyan, hogy Kalevalak, mármint hogy Finnország földje. Most innen van tulajdonképpen? Ezt nem tudnám megmondani, mert őszintén szólva. Lehetséges. Azért jutott eszembe, mert Finnország az finnul a szómi, ugye? Igen. De svédül nem? Igen, svédül nem. Persze, svédül az Finnland. Aha. Azért, mert hogy mitől Kalevala, azt gondoltam. Ugye észtül Kalevi Poeg. Ja, tényleg. Kalev fia. Kalevala, ezek nagyon hasonlóak, aha, tehát valószínűleg innen jött ez is. Értem. Na most mi az, amit kulturális területről mindenféleképpen érdemes Magyarországon az idén, nem napra is pontosan kérdezem, bemutatni? Szóval mi az, amiről nagyon büszkék a finnek? Szerintem méltán büszkék nagyon az iskola rendszerükre. Ezt mi most törekedni fogunk idén ezt bemutatni, hogy mitől olyan jó a finn iskola. Méltán nagyon büszkék a digitalizált kultúrájukra, tehát hogy mennyire minden már digitálisan történik Finnországban, és hogy milyen kiterjesztett valóság és virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztések vannak. És akkor ez azt is jelenti, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy egyháztartásban, akkor most már Finnországban mindenhol ott van a számítógép, vagy akármi, és persze, akkor már a bankügyeket is úgy intéznek, persze, és mindent. Ez már 20 éve is így de volt, azért igen, a bankügyeket. Még az iskolások. Még írnak, de pont két éve volt egy olyan történés, hogy az egyik iskola reformer azt mondta, hogy most már nem kéne külön tantárgyként megtartani a szépírást, nem a kézzel írást, hanem a szépírást, és akkor felhördültek egy páran finn oktatás ügyben is, hogy azért az még fontos, mert nagyon fontos agy funkciókat támogat az írás. Igen, ezt már tudom, mert az Egyesült Államokban is volt ilyen, hogy megszüntetni, és aztán mindenki tiltakozott. Igen. De az agykutatók is egyszerűen azt mondják, hogy az a rész ellustul, és egyáltalán, hogy is mondták, hogy az esztétikai képessége is az illetőnek az nagyon sokat fedne. Igen, tehát abban a fiatal gyerekkorban, amikor a szépírás, írás egy tantárgy az iskolában, akkor ez még egy nagyon fontos, a manuális módja az írásnak, az egy nagyon fontos tudás és készség. Nem feledkezzünk meg itt még egy percben a sportról sem, mert ugye hát a jégkorong az rendben van, hogy nemzeti sport, ezt nálunk is nagyon szeretik, csak nálunk nincs több mint 60-70 ezer jégkorongozó igazolt, de hát hogyha valaki figyelemmel kíséri a sportműsorokat, akkor azt hiszem, hogy a finnek büszkék lehetnek a ralisokra is, meg a Formula 1-re is. Igen, ők. Valóban én is ezen sokat gondolkodtam, hogy miért van, hogy ennyire jók a finnek, igen, és rájött, kis segítséggel barátaim mondták, hogy a finn erdőkben kiválóan lehet gyakorolni a rallit is, aha, és a Forma 1-es készségeket is gyakorlatilag, ezt a nagyon gyors reakciót, azt is, hogy az elhagyatott hatalmas területeken az erdei utakon remekül lehet gyakorolni. Akkor csak egyetlen egyet, a Kalevala napján van-e valamilyen külön rendezvény? Kalevala napján nincs, a nagykövetségre tart egy fogadást. Értem. Jó, hát akkor én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy kítosz, mármint, hogy köszönöm szépen. Kítosz, Pálya. Gyere máskor is. Köszönöm.